A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány raktárkapacitása 1300 négyzetméterrel bővül a jelenlegi beruházásnak köszönhetően. A szervezet történetében ez a legnagyobb forrás, amit eddig nyertek, összesen 650 millió forintos hazai és uniós támogatást. A projekt indulásától Gelénes volt az első számú fix helyszín, de a Hajdú-Bihar megyei Ebest, valamint Alsóörsöt, Pécskert városát és Szentest is érinti a kapacitás bővítés. Az ország 5 pontján raktárbázisokat és logisztikai központokat vagy kisebb adománypontokat hozunk létre ennek a pályázati összegnek a keretében, de maga a pályázati tevékenység nem merül ki pusztán az építési tevékenységben, hanem a kormányzat és az unió támogatásával további fejlesztéseket hajtunk végre, adományszállító gépjárműveket szerzünk be, amivel még közelebb hozzuk az alapítvány tevékenységét a célcsoportokhoz, és alapvetően a hátrányos helyzetű célcsoportokról, gyermekekről, családokról van szó, így próbáljuk meg az alapítvány tevékenységét közelebb hozni a célcsoportokhoz. Az alapítvány alapvetően tartós élelmiszereket és ruhaneműket, de minden felajánlott tárgyat raktárakban tárol, de jelenleg nem rendelkeznek saját tulajdonban lévő ingatlanokkal, csak bérelni tudnak. A Szabolcs megyei Gelénesen egy 54 millió forintos beruházásba kezd az alapítvány, az új raktárban magas teherbírású polcrendszert és egy számítógépes munkaállomást is kialakítanak, valamint adománymozgató eszközöket vásárolnak. Itt Gelénesen egy 300 négyzetméteres nagyságrendű épület fog kialakulni, egy teljesen új épület fog megvalósulni. Itt Gelénes településen az egyházközség támogatásával és az önkormányzat támogatásával természetesen a kárpátaljai magyar testvéreink közelsége indokolta ennek a fejlesztési helyszínnek a szükségességét. Akár havária, akár bármilyen természeti katasztrófa esetén alapítványunk készen fog állni, hogy a határon túli testvéreinknek és természetesen minden rászorulónak azonnali segítséget tudjon nyújtani. Az itt létrehozandó raktárbázisban elhelyezendő adományok erre alkalmasak lesznek. Itt Gelénesen az alapítvány a közmunkaprogramban is tevékenyen részt vesz, a jövőben a településen is szeretnének munkaerőt toborozni. A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány idei célja, hogy minden egyházmegyében élő és aktív kapcsolatot ápoljon a helyi gyülekezettel, a helyiek segítségére ugyanis szükség van az adományok eljutatásában. Az új raktár és a további fejlesztések azt szolgálják, hogy minél közelebb kerüljenek az adományok a rászorultakhoz, illetve az adományok sorsa is átláthatóbbá válik majd a jövőben.